Anniken Huitfeld, norvég külügyminiszter bejelentette, hogy országa 10 hidat adományoz Ukrajnának, hogy segítse a megfelelő kommunikációt és a közlekedés helyreállítását azokban a régiókban, ahol hidakat semmisítettek meg a harcok során. A hida közköltsége mintegy 3 millió amerikai dollár, amit a külügyminisztérium humanitárius költségvetéséből finanszíroznak, írja a The Norway Post. A norvég külügyér úgy fogalmazott: Az oroszok megsemmisítették az ukrán infrastruktúra több fontos elemét. Ukrajnában a jelenlegi helyzetben létfontosságú, hogy megoldottak legyenek a közúti összeköttetések, hiszen csak így lehet biztosítani az élelmiszerek, a víz vagy a gyógyszerek eljutatását az érintetteknek, valamint a sebesültek kórházba szállítását. A szerkezeti elemeket 32 pótkocsival szállítják Ukrajnába, amelyek közül az első már kedden elindult. A háború még sokáig elhúzódhat, mi pedig készek vagyunk segítséget nyújtani a továbbiakban is Ukrajnának.